OBS, geci. Most a változatosság kedvéért egy kis Conan lesz. Úgyis rég volt már. Szent Unreal Engine, azért vált is. Shift plusz tab, most megbunkósodtál? Megbuzisodott, úgy tűnik, megvan. Buzisodva! Buzisodva. Funkom. First, they took your family and your riches. Megbuzisodott ez a cigány, bazd meg. Then they took your health and your pride. Oké, csak. Meg vagy kurvásodott. Finally, they left you. Meg kurvásodott! Ez a szar! Na! Szopkod... Szopkod le a kurva anyádat! Így szopkod le, te faszopó! De jó, akkor így kell kezdeni a játékot. Felvételt szopással, bazd meg. Szopással! Szopással! A kurva anyádat basszíven. Szuper fostalicska Windows 10. Azóta vannak ennyi baszkódások, amióta az rá lett telepítve. Jó öreg Windows 7 alatt nem voltak ilyen buziságok. Az is biztos. Ennyi baszmálkodás, bazd meg. Kuszmálkodik itten. Annyit ez a cigány, hogy a faszom ki van vele. Oké. Azt szeretném tudni, hogy hol van a izé. Baszom a szátokat, hol van. Hol van a csík, hol van, hol van, hol van, hol van. Ez így nem lesz jó, hogy... Hogy én itt nem látom a cuccokat, hogy hol kell keresni. Istenki. Se helcsík, se semmi. Ez most mi volt? Na végre már, hogy az anyád nem volt kurva. Na. Huszmálkodós zsidó, zsidakabra faszopó fajtádat. Kezdjük neki. Ha. Jól van. Ügyesbe kell csinálni, hogy meg ne dögöljünk még véletlenül semmi. Ezekre a mély ugrásokkal gecire kell vigyázni. Mert könnyen rábaszhatunk. Jaj, már nagyon gyorsan van állítva. Nagy a DPI, az egérem már megint. Jó van, oké, leesett, megvan, megbasszuk. Hármas, a hús, zabáljunk, vizet is kell inni. Kurvára ki van száradva a karakter. Jól van, egy kis mészárlás. Mészárlás a teknőcök között. Ez az. Laggolj még te baszkodunk. Húzzál ide 500 ezért. Figyelj, figyelj te faszfej. Itt vagy e? Itt van. Na
kurva anyád! Így kell ezt csinálni. Az összes büdös geci teknőt szét kell baszni a kurva anyjába. Igen, buzi! Jaj, ki vagy de gövör? Kurva szádat. Rúgunk, ütünk azért. Faszopó vagy, faszopó! Hüdes köcsög, kurva anyádat, berúgdoslak a tóba, te fasz! Faszfej! Na. Jó, szétbasztam a szájukat. Darabig nyugtól lesznek. Nyugodtan tudunk kövészni. Megnézem, hogy mennyi fa van elrakva, hát nem túl sok. Egyelőre követ viszünk. Álljál, mert bazd meg, ez most miért? Mitől teltünk be? Ezt szeretném tudni, hogy miért vagyok túlterhelve. Most tényleg, mitől vagyok túlterhelve? Most valami kurva nagy gebasz van. Valami kibaszottul kurvára. Iszonyatosan nagy gebasz, hát mitől telt be a karakter? Öt kőt, 100 kőtől? Betelt a karakter 100 kőtől, bazd meg! Hát a kurva anyádat! Meg vagy te buzisodva? Most nézd már meg! 100 kő van nálam! 100 kő van nálam, te csicska szar! Hát mi a anyád? Kurva úristene van veled, bazd meg! Lenullázta. Ez most mi? Lenullázta. Miért nullázta le? Ennyi. Most már geci sok elfér nálam. Nem vagyok túl erős, de szerintem geci sok elfér nálam. Na! Újra osztom. Nem értem, miért kellett újra osztani. Mi a faszé nyúlnak hozzá, bazd meg! Valami hülyeség, biztos valami köcsök pecset. Pecspöcskölés ment már megint biztos. A bebugosodás az nem lett volna idegen ettől a játéktól, de simán kinéztem volna. Beszarásig hordjuk a követ. Összekakáljuk magunkat, annyi követ viszünk el. Még egy ilyen fasz tarisznya. Ja igen, nem erősebb volt a karakter. Erősebb volt a kari. Az igen.
nagyon megugrott az erőszint. Hát ma 600 kőnél már ilyenkor már itt kezdett befosni az egész. 100 kőnél az befosott a karaktert, azért már... durva lett volna. Na nézzük erre. Ácsi, ácsi. Info. Most ezt, várj, ez már megint egy... ez már megint egy új buziság. Nem. Info. Nem engedi, hogy megjavítsd. Ezt most miért kellett, bazd meg? Ez mi van? Most... ezt most miért kellett már? Miért kellett megbuzerálni? Nem javíthatod azért, ha sérül. Agyrém! Nem javíthatod a szettered, bazd meg. Tényleg? Fogadjunk, hogy azért kell javítani. Kitalálták azt, hogy valami baknál vagy... üllőnél lehessen szerszámot javítani. Mennyire kurva jó lesz majd, ha 500 km-re arra fog mászkálni, bazd meg. A kurva anyádat, bazd meg. Kurva anyádat, baszogasd meg te. Büdös lepra csicska, bazd meg. Te faszopó. Büdös zsidakabra, geci. A rohadt izraelita kurva anyád, bazd meg. Ezt a pecspöcskölős, faszopó, rohadé, kikurt anyádat. Hát ezt miért kellett ezt most csinálni? Miért kellett ezt csinálni, te faszopó szarházi? Miért kellett, a jó üzé meg volt csinálva, tökéletes rendszeren futott. Miért kellett buzerálkodni vele? Miért kellett bele bazirkálni a tökéletes... ezért, hogy most nem itt kell. Ez miért nem? Ez most miért kellett csinálni? Nem hiszem el. Nem hiszem el. De ez jobb lett így. Jobb lett így, bazd meg, hogy most... ezt nem hiszem el. Hát ez a bunkóság volt, bazd. Tényleg el kellett baszni a jó játékot, bazd. Most jó játékot el kellett basznotok ezzel. Hogy nem lehet izébe javítószettel javítani. Itt simán fémből nem javíthatom a kurva izé fegyver. Minden egyes izé rongálódás után menjek egy 50 kilométert vissza, bazd. És tényleg ez jó lesz ez így. Ezt próbálják reálisra kihozni, de hát ez geci, hát ez egy nem reális. Nem reális, hogy kigyújt felkokszolt teknősök mászkálnak a tengerparton, bazd meg. És minek kellett ezt így csinálni? A rohadt kurva anyádat, bazd meg. Hát ezt nem hiszem el. Ez egy bunkóság. Ez egy vérbeli faszopó köcsög bunkóság. Jó, menj a kurva anyánkba vissza, bazd meg. Azt látom, hogy nagyon... a szomjúság érzet az nagyon-nagyon megy a karakterné. Csak most mi ez a lag? A szomjúság érzet nagyon megy a karakterné.
Menjünk akkor az üllőhöz. Hát ha már itt se lehet javítani, akkor bebaszod a rohadt anyádat azt. Give. Inventory. Info. És akkor mindig majd csinálok új ásót, vagy új fegyvert, a tönkre megy. Mert nem lehet izényen feljavítani. Hogy ezt hogy gondolják ezt most? Most őszintén, hogy menjük a crafting table-höz, ami már baromság. Hát inkább egy sérült fém csákány csak is az üllőnél javítanék meg. Artisan War Trouble. Nincs itt valamilyen repaíros semmi. Crafting, geci. Info. Tilkal. Nos! És ezen ráadásul izé is van már, tehát egy módosítást is tettem föl. És nem lehet javítani. Nem lehet javítani. Tényleg, bazdmeg, ilyen bunkók vagytok. Hát most engem, te most életkedvemet elvették most ettől a játéktól, bazdmeg. Hogy nem javíthatod meg. Attribusz, nézzük, stat. Hopp, már az anyá. És nem mondott komolyan, hogy most mindent újra kell tanulnom. És én nem baszogassam meg a rohadt kurva anyádat. Mi ez? Mikrotranszakciós geci kurva isten, mi? Na most baszod meg. Most basztad meg te a kurva anyádat úgy, hogy vagy. Te büdös féreg geci disznószar. A rohadt kikúrt anyádat. Mi ezen letöltőjel itt te? Ugye nem mikrotranszakció, hogy basztál meg a kurva anyádat. Fűű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 
ezért izé. Most ez komoly. Ezt így egy percbe így bebasszátok ide. Ez komoly, bazd meg. Mi ez? Akkor lehet, hogy valami extra cuccokat, amit vehetünk. Hát most... És miért nem tudom unlockolni, mi? Mert olyan már megvan azért. Jó. Most tényleg kezdhetem előről Foundation. Valahát. Hát ez bazd meg. Várjál már, lehet, hogy azért nem javíthatom, mert le volt izélve. Lehet, hogy ez a baj. Igen, lehet, hogy ez volt a baj. Bloodet Altar of Ymir. Hú, az jó volna, ezt váltsuk meg. Komposzt geci is volt, lépcső geci is volt, ez is volt. Szalmatető is volt. Ez is volt. Nem tudom mi ez, de volt ez is. Table marker. Fegyverészet is. Cauldron is. Ez is. Papírus még hagyjuk.
Székecske. Skinner cucc. Remélem, hogy... Hát ezt a négyet most én erre nem baszok. Luke Stricker, ez jó lehet. Ezt is. Fisherman, nem foglalkoztunk. Elevátor. Ez is volt. Journey Mason, ez is volt. Ez is volt. Minden volt, bazd meg. Engineer, ezek jöhetnek. Tető. Kút. Gatekeeper. Sátor. Sátrászat. Ó, az a, igen, az is volt. Iron Warax. Az már lehet, hogy Steel Tools, azt váltsuk meg a fémet, mindenféleképpen váltsuk meg, mert az kellhet. Longsword. Megváltjuk a Longsword-ot. Vagy jöttek ki, gondolom, új cuszmágerek. Na, költekezzünk tovább. A Weaponsmith. Ez hülyeség. Grinder. Hát igen, ez is. Iron Axe. Esetleg olyasmi. Banda. Igen, 6-ot nem akarok rá költeni. Ez mehet. Skirmisher, igen, ez kell. Skirmisher. Köcsögészet. Javelin nem. A bunkóskodok. Iron Pig geci. Iron 200 Sword. Igen, a Butcher. Steel 200 Sword. Az kell. Ma azt gyártani fogok. Aha. Esetleg kihagytunk volna valamit. Így, tessék, ennyi. Na most nézzük meg az invertorit. Hú, bazd meg, megkönnyebbültem. Ja, nincs Iron Bar. Nem tudtam elképzelni, hogy miért nem. Én azt hittem, hogy valami új patchbe, hogy oda kell menni az üllőhöz, aztán így úgy rakott be a cuccokat, de hála az égnek nem. Steel. Steel bar kell hozzá. Spiteljük. Másikat pedig ide rakjuk. És még így is sok. Remek, remek, remek. Hát igen, van sajnos ezért, hogy kell pakolnunk a... Mondjuk, ha már ezt kirakjuk, és még mindig nem elég. Jó, a fát ide raktuk ideglenesen. A húst ezt itt tartjuk, rothasszuk. Húsrothasztó. Igen, azt hiszem korlátokat kell csinálni, azzal maradtunk el legutóbb.
Hú, az kellően kianyáztam magam, hát ez nagyon durva volt. És belőle egy X időt az ember ebbe a játékba, és utána meg így... Jön egy buzi patch, ahol így megszopat, mert jártam már, nem ez volt az első egyébként. Jártam így én, hogy... Nem vettem észre, lenullázta a talenteket végül is. Hát azért ez egy kicsit megbassza a kurva anyját. Hogy ne lenne már az ember ideges. Na, most úgyis egy teraszt ígértem ide, a múltkor. Azt megvalósítjuk. Na, hol van a foundation? Jól van. Essünk le egy kicsit, úgy mi. És kezdjük el rakni a foundation-t. Tökéletes. Egy kis napozós cuccot akarok csinálni, de... Miért nem lehet oda, még ott folytatódhatna? Pedig ott folytatódhatna a cucc. Hát próbaképpen. Oké, nem baj, ez így jó. Most csináljunk, ezt eltesszük ide. Inventory. Csináljunk korlátot. Mert a korlát az egy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vagy így jó lesz. Elméletileg ebbe is lenne. Hát hülyén néz ki egy ezével van. Mi kell ahhoz a létrához? Láttam itt ilyen. Ahol látom, hogy lehet létrát csinálni. Csak azt nem itt. Na majd azt visszafele. És hogyha egy túlugrunk, így nem esünk le. Na, én megérte ezt így ide rakni. Jól van. Kis napozót csináltam oda. Ma nem leraktam. Ha. Úgy húztam le az ujjamat az egérről. Akkor lett volna a nyázás. Akartam ide csinálni. Ilyen kis Jurassic Parkos, azért gondoltam. Vegyük fel. Álljunk ide ki. Foundation. Jól van. Jaj, akkor kaját vettünk, jól van. Most várjál, most miért nem engeded a... Hogy izét rakjak ide. Ne szopassál már még. Miért is nem? Egyik oldalra lehet, másik... Ezért meg nem. Az így nem jó, hogy balfasz lesz a kaputőle.
egyik oldalára engeded, a másik oldalára nem. Ez miért? Lehet, hogy kéne alá valami. Valami, igen, valami. Hiányzik halóra esetleg. Nem hiányzik semmi. Ez ott jó van. Hát ezt nem értem, hogy... Ezt ide hirtelen miért nem engedi? Oké, engedi, jó volt. Valami kis bukszerű szar volt. Hetes. Most megcsináltuk azt a kis Jurassic Parkos izét. Egyik ki van emelve a kapu így. Én nem egy egybe falszerű szar van ott, hanem egy ilyen magasított cucc, és így ez így fasza. Jól van. Most megvan, végig ütöttük korláttal. Lenne egy kis ötletem, hogy hogyan folytathatnánk tovább. Hetes. Tökéletes szalma tető. Volt. Annyira sejtettem, hogy ott van még egy ilyen szar. Se baj. Oszlop. 18 darab oszlop. Na, azból már így lehet buziskodni. Kettes. Lehet, hogy nem is kellett volna a nagy zét rakni. Mindjárt meglátjuk, amikor felmászunk a falra, hogy mennyire szükséges az ott fent. Inventory. 2 darab szalmatetőre. Miért is? Ja, wooden ram, bocsánat. Nekem szalmatető kell. Jó. Hetes. Ezt itt el kell bontani. Fölöslegesen lett a barakó. Inkább csak ilyen látszatnak kellene. Hát... Nézzük ezt a... Ezt hogy csináltam meg egyszer, hogy ilyen fasza volt? Jó, tudnék ide falat rakni, csak én nem akarok. Ki megvan? Megvan. Valahogy beleépítettem. Csak ez itt, most itt van a szekrény, és ez így kurvára hülye jön neki. Meg ez is, hogy itt ezt nem tartja semmi. Igen, ez így van. Statikusan még felel meg. Ja igen, mert azt a földre raktam, és az úgy bárhogy megtartotta. Értem. Remek. Hát akkor itt nem lesz, kérem szépen, ilyen cucc. Vagy van egy ötletem. Esetlegesen az sem lenne hülyeség. Azt még nem próbáltam ki. Ajtókat rakok le. Ajtókereteket. Igazából megnézzük, hogy mit tudunk kilózni belőle. Lehet, hogy egy fasság. Megnézzük. Ezt ugyebár visszatesszük ide.
Ide nem kell, tehát úgy kell megcsinálni, hogy 7-es. Úgy. 7-es. Igen, és én ezeket rakok le. Tehát ilyen... Úgy akarom, hogy egy nyitott cucc legyen az egész. Kíváncsi vagyok, hogy... Hogy fog kinézni. Nem néz ki rosszul amúgy. Ilyen kis... Buzeroid kis szar lett. Csak majd oda kell rakni, akkor ezért ide is egy 7-es. Rakjuk körbe. Igen, mert így legalább megtartja valami azért, és így bárhogy így át tudok jönni, ilyen istálószerű érdekesség lesz. Ez nem is rossz, ezt tetszik. Cupboard. Most a 7-es. Nem jó. Nem jó, meg kifele van a... Hát lehet. 7-es. Igen. Na igen, ezért nem jó. Azt ott zéljük. Igen, ezt itt bontjuk. Igen, ott megvan, és akkor csinálunk egy. Volt a kő, az vészesen fogy. Tessék, itt ilyen kis magtározó, ilyen kis nyitott cucc. Ide úgysem egy épület. Ez itt jól van. Hova szerettem volna épületet? Hát mondjuk kettő épület elég. Itt van ez. Ilyen kis izének. Istálószerű, ilyen kis sufni, ilyen kis műhely. Műhelyes cucc. De lehet majd rakni ilyen üllőt, akármit. Kovács műhelyt. Ez ilyen kis üzé, hogy hívják. Te létrát teszünk majd. Én igazából az épületet ide szeretném építeni. Tehát így lenne mindenféleképpen. Itt lenne a házikó. Egy nagy darab házikó. Kraftoljunk le 10-et, hát amennyit bírunk. Igen, egy elég nagy házat kellene ide csinálni. Igen, bizony. Ez itt úgy lenne megoldva. Ha innentől idáig érne. Baszd meg! Te geci. Elé rakhatom, de mellé nem. Ez is milyen érdekesen van megcsinálva. Mert úgy lehetne ezt, úgy, mint a féltetős háznál, hogy egy ilyen... Hűha! Megoldható, beleépíteni a izébe. De lehet, hogy itt egy kevés anyagot el fogunk baszni, már előre látom.
És akkor ez így most egy... Elég nagy, hát idézőjelben nagy, nagy épület. Mert én ezekkel a félizékre gondoltam, tehát... Nem buziskodok. Nem. Abszolút hülyeség. Ezzel az élem, baromság. Kell az izé. Ha bele szépítve is vagy, elég lesz ez az egy, ennyi. Itt föl, körbe lehet menni. Ebbe, ott. Épületből is majd úgy csinálom meg. Szavassul, hát jó csöcseid, bazd. Igen. Így mi. Hát nem kellett volna elbontani. Na jól van. Így. Hát így egy fal részt buktunk. Így. Itt ilyen kis kert, ilyen kis féltető is valami. Lehet csinálni ilyen kis árnyékolót majd ide. Ez itt tetszik, ez a kis... Ezért. Ez is egy megoldása a bemenet erre. Mit szerettem volna? Létrát kraftol. Gyerünk kraftolós asztalhoz. Na mutass, hogy miket lehet. Széket. Utkor lehetett még létrát. Vagy nem váltottam volna ki, elképzelhető. Elképzelhető, bassza meg. Utkor meg máskor. Legalább a piramison megmaradt még. De szexi az a izé. Hát ez a kis erődítmény, ez nagyon tetszik. Ez kurvára el lett ott találva. És az ég, ezt le kéne fotózni ilyen félig, meddig be van izérődve.
hogy hívják kolódva. Nézzük meg, legyünk most ügyesek. Úgy kell a dolgot megoldani, hogy legyártunk 10 darab ablakos falat. Ha nem marad több, az se baj. Tíz darabot, legyártunk egy ajtót. És legyártunk 21 darab sima izét. És közben, mikor be is tellünk, hogy... Oké, mivel ez a szarházi. Jól van, elment. 4-es, igen. Se tudom, hányadik szinti vagyok, mindjárt megnézni. 32. szintű. Na, Witcherbe örülnék, ha mányi lennék. Akkor az már ezért felelne, a Hearts of the Stone kieg végén járnék. Jó, hogy nem siettetem a játékot, mert szerintem faszain élvezem minden egyes percét. És ez a lényeg. Úgy tök jó. Most időben nem akartam újra játszani, mert rohadtul untam. Többször kijátszottam, de ilyen halmazati felvételeket csináltam, hogy erről egyet, arról a jelenetről egyet, aztán így az volt a helyzet, hogy így kimaradt egy csomó, ami nem kellett volna. Így, szerintem így lett volna már az elején értelme, hogy fölvenni. Meg hát mondjuk néztem így videókat, nagyon sokan kitolták, nagyon sokan gameplay csináltak belőle. Feltöltötték a kis csatornácskájukra. Inkább többnyire, ahogy nézem, inkább én nézem azokat a videókat. Tehát nem idegeskedek vele, az biztos. Ez egy kellemes hobbi. Erre vagyok vele, nem nagyon... Amúgy is játszanék. Legalább felkerül. Viszont is hál' Istennek arra a munkahelyem, hogy esténként lazább. Tehát, hogy tudok úgy netezgetni este. Mert ez egy kibaszott nagy mázli. De nem kell halálra dolgoznom magam. Nem, most vagyok az a fajta hajtós típus. Kényelmesen a kis magam tempójával elmelózgatni. Én nem tudnék ilyen gyárba megrohadni, az biztos. Jó, hogy így megemeltük így a cuccot. Iszonyat mennyiségű követ tudok elhordani már. Nagyon sokat tudok elhordani. 500-as, vagy lehet ilyen 1000 követ elbírok vinni. 1000 darab. Aha, az meg kurva jó. Hoppá, ezt nem néztem meg, hogy ezt... Igen, én meg 15 darab Iron Barba kerül a javítatás. Azokat a bozótot, amit véletlenül kicsapok, az hozzácsaphatná izéhez. Így a szethez. Mindegy.
Azért anyázok ilyenkor, hogyha kárba megy valami, mert igazából beleölöd az idődet a munkába minden, és így kárba vész, az rohadtul idegesítő tud rá. Engem kifejezetten frusztrálni szokott. Várjál, mert ezek kicsodálatok. Azt sem tudom, merre vagyok most. 8-os. Ott van egy izé. Igen. 8-os. Aha. Ott van a nagy fánál, és van egy törzsecske. De úgy már az acél szintjére eljutottunk, hiszen ez a sarló, ott az már csak is acélból készülhetett, csak is acélból engedte. 4-es. Oké, induljunk fölfelé. Igen, a víz az aztán nagyon fogy. Nagyon megemelték. Ez nem fogyott ilyen gyorsan, hogy napi szinten így... Napi szinten így lenullázódjon. Mennyi? Ez én van. Urnász. Vészesen rohadnak a húsok. Engem igazából nem érdekel. Engem az érdekel, hogy meglegyen a vityilló. Ó, az vagy, nem baj. Pont a korlát miatt testünk le, ilyen se volt még. Most mi ez, hogy nem találok rá? Mi ez a luk érzék? Nem találok rá így ezért. Földrétemre. Oké, el is kezdhetjük így ezért. Van egy ötletem. Itt egy kicsit módosítunk az épületen. Kellenek a féltetős megoldások. A szalmatető elég ide, nem gecizek egy fal meg ilyenekkel. Ez egy putri vár, putri zének. Jól van, 8-as. Kis baj. Na nézzük, csak van nekünk még oda elrakva, hogy hívják. Nincsen, akkor ezt gyártanunk kell. Mosógép már megint gecizik. Ja, lehet ilyet egybe is, Stone-val gecit, aha. Csak nekünk most féltetős, pont hogy féltetős kéne. Féltetős falrész.
Ugorjunk le egyet. Ugye nem baszott ki semmit. Hármas. És a Rittig elbasszarintjuk, elbasszuk, nem jó. Hát, de utálom én ezt. Erre rohadtul allergiás fogok lenni. Ne csúszszál már ennyire le. Tényleg. Hú, ez nagyon egy bunkóság volt most. Igen, lehet, hogy ezért kötött rá. Igen, igen, ez volt a baj. Nem tudott tizélni. És itt most csinálnunk kell. Igen, mert ott megy tovább az épület, itt csak egy ilyen kis félretetős beszögelés lesz. Ez az. Kettes. Tényleg szopatsz. Miért fordítja el? Older face. Nézd meg, rosszul raknál le. Ez mit befejezem most majd, nem érdekel. Igen, mert nem akartam, hogy így egybe nőjön az egész épülettel. A cucc. De mondjuk egy kiszögelés még tehetünk rá. Tehát egy 8-assal elkezdjük. Egy ilyen nagy tetőt baszhatunk rá, nem néz neki rosszul ki. Aha. De jó, hipazd meg! Jó, mondjuk ott jó nem lett volna. Nagyobb gáz, 3-as. Oké. Így legalább föl lehet majd menni ide. Oh, szanya. Nem egyszerű ez az építkezés, az biztos. És miért nem engeded meg? Na várjál, hát ez így bunkóság. 3-as. De hát nem engedi meg, de be kéne engednie oda, hát hogy simán jónak kéne lennie.
gyors, és nem. Csak összecsaltam valahogy. Igen. Jó, és most jöhet a hetes. Ajzével. Az ablakokkal. Nem felejtettem én azokat ki, csak én szeretem építeni. Igen, le kell jönni. Igen, ez egy érdekes, egy kombinált épület lesz. Kombinált lesz egy csöppet. Nagyobb lesz, mint a izé. Nem, mert lehet ilyen kisebb felhőkarcoló jelleggel. Egy torony. Nem lenne hülyeség ide. Húzzuk tovább a cuccost. Hol lett volna a bejárat eredetileg? Hármas. Azt hiszem itt. Most kezd egy kicsit érzékenyen érinteni. Úgy. Hetes. Other face. Other face. Other face. Other face. Kettes. Olyan magasan vagyunk már, hogy lehet, hogy nem. Nem az én fel. Nagyon-nagyon... Jó. Olyan magasan vagyunk, hogy ez már nem jó. Kettes. De most már tényleg álljál le, bazd meg. Jó, most untam meg. Ezt most untam meg, ezt a szarrágás. Amit csinál. Rákos kurva. Jó, vagy baszlát teherbe a kurva anyádat. Te szemétláda. Most mindenféleképpen kéne lerakni lapot, járólapot. Egy emeleti részt. Raftoljunk le tizet. Ringyó picsája! Ne felejtsük el, így fektetve rakjuk a metlokit.
fektetve rakjuk a metlakét. Hogy kijöjjön a... Kijöjjön a... Az oszlop. A szent oszlop kijöjjön, bazd meg. Képbe kell fejezni. Sallerom. Kurva anyád, bazd meg. Hú, ez a hodály, bazd meg. Azt kurva mindenit. Hát igen, az ablakokat érdekesen még rohoztam ki. Hát geci, nekem tetszik végül is. Teljesen jobb ez a csarnok, bazd meg. Itt lesz hol a kufirt szoba, itt el kurni, baszni, szarni, húgyozni, minden. A kúró rész. Fogják jó megbaszni a karaktert. Vagy ilyen várszerűre, nem tudom, hogy egy elosztom így a izét. Terasz, rakok le. Hát tudja, halál fasza. Jaj, egy kis terasz kéne rá. Majd ott lesz fönt egy kis kiszögelés. Egyelőre ez így megfelel, aki rendben raktuk le izét. Az előző épület az kisebb volt már, mint Gorgácnak, az jobban bejött, de ez se rossz. Ez se rossz. Hát nagy, nagy. Hát ez ilyen másmilyen most, tehát kell egy kis változatosság. Jó, az építkezésbe is. Tehát két épület van ott már, az kész van, az a kis ház, az a kis istáló, műhelyszerű cucc. És ez. És egy udvar. Hát ugye az, hogy be kell rendezni, nem akarom nagyon besűríteni úgy épületekkel. Hát ugye már itt a teraszom, és buli terasz, nézd meg. Teljesen jól ráköpködhetünk a szobor fejére. Ott ki kéne rakni valami horogkeresztet, izéből szerintem meg is, ja. Ilyen fasz a kis horogkeresztet kirakok lent a piramisnál. Itt a szigeten meg egy Adolf Hitler arcképet. Csodálatos lesz. Itt meg ennél lófaszt. Hát tényleg egy horogkeresztet ki kéne rakni a piramis elé. Bazd, mekkora állat lenne már. Tiltanák is le a YouTube csatornát, úgy, ahogy van. Ez az, hogy be kell rendezni, ki kell díszítgetni. Még ez még épület negyede, tehát itt egy ilyen óriási lakóparkot fogok létrehozni itt ebben a részben, az biztos, hogy meg lesz nyomva egy kicsit, csak hát még így épület. Épülget a cucc. Köszi, hogy megnéztétek a videót, ez volt a Green Light, azon belül a Conan Exiles, legközelebb jelentkezünk valószínű egy vaják videóval. Szevasztok!